A kísérlet a manométer elvét mutatja be. Szükséges eszközök: tálka, hólakú cső, kémcsőállvány, fecskendő, lapocska, vastag cső és vékony cső. Csipteszük az U alakú csövet a lapocska segítségével a kémcsőállványra. Ezután töltsük meg a fecskendőt vízzel, és állítsuk függőlegesen a cső nyitott szárába. Lassan nyomjunk annyi vizet a csőbe, még mindkét szárban körülbelül 5 cm magasan áll a víz majd. Jelen állapotban már megtöltöttem vízzel az U alakú csövet. Ürítsük ki teljesen a fecskendőt, és állítsuk a dugattyút középhelyzetbe. Csúsztassuk egymásba a vékony és a vastag csövet, és kapcsoljuk össze a fecskendővel és az U alakú csővel. Most hozzá kapcsolom a fecskendőt. Mozgassuk a fecskendő dugattyúját ki és be, és figyeljük meg közben az U alakú csőben lévő vizet. A kísérlet magyarázata: az U alakú cső száraiban lévő vízoszlopok magasságkülönbsége a nyitott csövek felett uralkodó nyomáskülönbség mértékéül szolgálhat. Ugyanakkor a nyomásnál a vízoszlopok ugyanolyan magasak. Nyomáskülönbség esetén a magasabb nyomásnál a vízoszlop alacsonyabban áll. Az ilyenfajta mérőeszközt manométernek nevezzük.